találmányok, amelyek sok emberen segítenek, néha egészen kis dolgokból születnek, amelyek a lábunk előtt hevernek, csak észre kell venni őket. Valahogy így történt ez Tamás Eszter esetében is, aki 1974-ben Erdélyből utazott Kongóba, hogy az ottani főiskolán tanítson fizikát és kémiát. Nekem teljesen új volt Afrika. Életemben nem jártam egy más földrészen, mint Európa, sőt, nem tudtam, hogy milyen körülmények kibírható vagy nem bírható ki egy európai embernek Afrika. Hát nagyon pozitívan csalódtam, szóval nem annyira félő, mint ahogy azt egy európai elképzeli. A trópusokra utazó európaiak általában nincsenek felkészülve az ottani betegségekre és a más életkörülményekre. Ezért elég hamar megismerkedhetnek az ottani egészségügyi rendszerrel. Afrikában vannak ugyanúgy kórházak, ugyanúgy különböző magánklinikák, de több a természetgyógyászati lehetőség, mint itt. A növényekkel és a növényi eredetű szerekkel való gyógyítás sokkal nagyobb skálájú, mint Európában. Tamás ezt rendkívül szimpatikusnak találta azt, hogy Afrikában a gyógyító emberek és az orvosok együtt dolgoznak a beteg gyógyulása érdekében. Az orvos, mikor olyan akadályokba ütközik, ami megoldható különböző természetes gyógymódokkal, elküldi a gyógyítóhoz az orvos a beteget, és fordítva. A gyógyító, mikor látja, hogy operálni kellene, ide már tényleg orvosi beavatkozás kell, akkor elküldi a beteget, közösen összedolgoznak, és ezt én nagyon tudtam értékelni. 4 évnyi Kongóban kellemesen eltöltött idő után Esztert egyszer csak heves hasi fájdalmakkal és emésztőrendszeri problémákkal járó betegség támadta meg. Az ottani orvosok tehetetlenek voltak. Valahogy úgy lettem beteg, hogy nem tudott ott engem se gyógyító, se orvos, se senki meggyógyítani, és akkor már sejtettem, úgy kezdtem félni, hogy valami gyógyíthatatlan betegségem lehet. Az orvosok többféle gyógyszerrel és eljárással is megpróbálkoztak, javulást azonban egyik sem hozott. A betegség típusát sem sikerült kideríteni, míg nem egy napon, aztán váratlan helyről érkezett a jó tanács. Egyik misszionárius apáca megkérdezte tőlem, hogy miért nem próbálom ki a helyi gyógymódokat, amiket ott nagyon ismernek ezek a gyógyítók. Például a növényeket. Rámutattak egy növényre, ami mindenfelé nőtt az udvaron. Mondták, szedje le naponta 5 szálat, készítsen belőle teját, és igya meg. És akkor ezt megittam. Ittam 1 nap, ittam 2 nap. A 3. nap már a legkeményebb tüneteim elkezdtek múlni. És ez olyan fantasztikusan feltűnő volt, hogy 3. nap, és egy gaz, ami ott nő mindenhol. Többet tud, mint az összes gyógyszer, amit eddig nekem ide adtak. 10 nap múlva nekem már se fájdalmam nem volt, se semmiféle káros tünetem. A hihetetlen eredmény, amit ez a vadon termő kis növény elért, azonban tartogatott további meglepetéseket. Kiderült, hogy egyéb hatásai is vannak, amelyek később mind pozitívnak bizonyultak. Miközben ittam ezt a forrázatot, én nekem az epe problémáim is eltűntek, a gyomor problémáim is eltűntek, a fájdalmaim is eltűntek, a fejgörcseim is eltűntek, szóval minden, ami ehhez tartozott, és még nem tudtam, hogy miből gyógyultam ki. Csak azt tudtam, hogy én viszont teljesen meggyógyultam. És ez volt az első, amikor megtapasztaltam, hogy nem csak egyfajta, hanem különböző betegségek esetén valóban igazuk van a feketéknek, hogy gyógyít. Csak 4 évvel később Európában derült rá a fény, hogy a betegség valójában rosszindulatú petefészek daganat volt, amely a tejafogyasztása következtében betokosodott és elhalt. A kis növénygyógyító hatásairól megbizonyosodva Eszter elhatározta, hogy megpróbál róla minél több információt összeszedni. Ezért felkereste a könyvtárakat és átolvasta a rendelkezésre álló szakirodalmat, majd összevetette azokat a helyi gyógyítók tapasztalataival. Akkor azt mondtam, hogy ezt nem szabad, hogy ne ismerje meg más is. Nem hiszem, hogy valaki nem kapta volna fel a fejét,
hogy ennek muszáj utána nézni, hogy mi ez. Mert én csodálatosan meggyógyultam, gyógyuljon meg más is ugyanilyen csodálatosan. Kiderült, hogy a növény nem ismeretlen a tudomány számára. A kutyatejfélék családjába tartozó euforbia hirtáról van szó. Annak ellenére, hogy jótékony hatásait is feljegyezték, inkább csak a helyi gyógyítók körében számított ismertnek. Afrikában a feketék használják belső bántalmak esetén, hogyha gyomruk fáj, hasuk fáj, ízületeik fájnak, akkor megisszák a forrázatát a növénynek. Amikor külső bántalmaik vannak, tehát bőrfelületi bántalmaik, akkor hol a levéllel borogatják, a növény levelével, hol meg a tejnedvével. Ennek a növénynek én a forrázatát ittam. És forrázni kell, nem főzni, viszont áztatni kell a növényt, és legalább egy fél órát azért. Én mindig benne hagyom, tehát másnak is ezt ajánlanám. Eszter ezzel meg is kezdte azt a küldetését, amelynek során megismertette a világgal az euforbia hirtát és annak egészségre gyakorolt hatását. Először betegeskedő kollégáinak ajánlotta a növényt. 1990-ben a környező országokban kitört zavargások miatt kénytelenek voltak elhagyni Kongót, ám a növényről nem feledkezett meg. Hazajövet Európába. Elmeséltem a barátaimnak, meg a rokonaimnak, hogy így voltam beteg, aztán így lettem jobban, és hogy semmivel nem tudtak gyógyítani, tehát valami olyasmiből gyógyultam, amit nem lehetett meggyógyítani gyógyszerekkel, és itt Magyarországon a húgomnál hagytam a növényemből, azt mindig hordtam magam, azt a folyton ittam, hagytam belőle, hogy figyelj, ha egyszer olyan gondod lesz, hogy sose tudni, na akkor nyugodtan megihatod, én is iszom már hónapok óta, de csak a gyógyuláson kívül semmi bajom nem lett. A tudományos kutatási eredmények és a helyi népgyógyászati tapasztalatok is megerősítik, hogy az euforbia hirtának antibakteriális, gyulladáscsökkentő, vírusölő, görcsoldó, immunerősítő és daganat visszafejlesztő tulajdonságai is vannak. Különböző betegségek esetében azonban más-más mennyiségben ajánlatos fogyasztani a teját. Ők zölden isszák nyilván, de átkonvertálom száraz anyagba, száraz növénybe. Szárított növényből megiszik, ha gyomra fáj, mit tudom én, 3-4 gramot. Hogyha nem akar megszűnni, tehát egy komolyabb bélbetegsége van, akkor 5-6 gramot. És semmilyen esetben nem kell túl sokáig inni ennek a növénynek a forrázatát, de akkora mennyiséget, amekkorát igényel maga a betegség. Az euforbia hírta azonban nem csak belsőleg használható. A benszülöttek a növény tejnedvét külső bántalmaikra is alkalmazzák, mint például a rovarcsípések, sebek és pattanások. Az európaiak számára azonban a tejnedv hatóanyagai elérhetetlenek voltak, hiszen a növény csak szárított tea formájában bírja ki a szállítást. A megoldást a helyi feldolgozás jelentette. Kivonat készül a növényből, és a kivonatból készíteni egy krémet, amit föl lehet vinni a bőrfelületre, és nagyon sok bőrfelületi bántalom esetén valóban az ebből készült krém hatásos. Eszterben fel sem merült a gondolat, hogy megpróbálja a növényt itthon meleg házban termeszteni. Ahogyan ő mondja, az euforbiában Afrika lelke van, amelyet nem lehet onnan kiszakítani. A föld tisztasága, a talaj minősége, a levegő minősége, a napenergiája, a csapadék mennyisége, ez mind elképzelhetetlen itt Európában. Azt nem lehet helyettesíteni. Ez semmiféle melegházzal helyettesíteni nem lehet. Ott a hazája. Ott tudja kitermelni azokat a hatóanyagokat, amiket kitermel, és akkora mennyiségbe és akkora hatásfokkal. A növény Magyarországon történő megismertetéséhez azonban különféle vizsgálatokra volt szükség. Több mint 5 évbe került, mire rendelkezésre állt az összes szakhatósági engedély az euforbia hirtából készült növények itthoni terjesztéséhez. Mikor elkezdtem inni a növénynek a forrázatát, és napok alatt meggyógyultnak éreztem magam, akkor fölmerült bennem a gondolat, hogy többet tudott ez a természetes kis gyomnövény, mint az összes gyógyszer. Sokakban felmerül a kérdés, hogy miként lehet az, hogy egy vadon termő gyomnövény képes felvenni a versenyt a modernkori tudomány által kifejlesztett gyógyszerekkel. Egy természetes anyag,
természetes katalizátorokkal egy természetes reakciót sokkal könnyebben elő tud idézni, mint a szintetikus gyógyszerek. Jók azok, amikor tényleg céltudatosan alkalmaznak egy antibiotikumot valamire, de vannak helyzetek, amikor a ember szervezete, ami szintén egy természetes valami, könnyebben lereagál egy szintén természetes alapú anyagot, és nálam ez történt. Az Euphorbia családnak, amelybe az Euphorbia hirta is tartozik, több ezer másik növény is tagja. Ezek azonban nem alkalmasak gyógyászati célokra, mivel mérgező anyagokat is tartalmaznak. A legtöbb Euphorbia tartalmaz valamiféle toxikus anyagot, ennél fogva nem gyógynövény. Ez az Euphorbia hirta nem tartalmaz. Ez bizonyított, kimutatott, és én mondom, 30 éve iszom, szóval ezóta elmentem volna. További előnye az Euphorbia hirtának a szintetikus gyógyszerekkel szemben, hogy nincsenek káros mellékhatásai. Negatív mellékhatása nincs, van viszont nagyon sok pozitív mellékhatása. Mert miközben ittam a teját, azaz ezt a forrázatot, arra, hogy meggyógyuljon az, amit nem tudtam, de hát egy petefészek daganatom, aközben én nekem meggyógyult az epém, elmúltak a fejgörcseim, tehát a mellékhatás az csak pozitív. Az Euphorbia hirtából készült tea rendkívül erős antibakteriális hatással rendelkezik. Ennél fogva kiválóan alkalmazható mindenféle bélpanasz esetén. Gyomorfekély, kimutatottan bakteriális betegség is, nagyon szépen gyógyítja akár a refluxot. Bélműködés szintén javítja, ott akár székrekedésről van szó, akár hasmenésről. Tehát magát a bélműködést javítja. Tehát az antibakteriális hatás az kimutatható is, de megtapasztalható is. A baktérium ölő hatás mellett az Euphorbia hirta gyulladás csökkentő szerként is alkalmazható, külsőleg és belsőleg egyaránt. Nagyon eredményes a gyulladásgátló hatása, legyen az akár ízületi gyulladás, akár belső szervi gyulladás, akár bőrfelületi gyulladás, de ide a dózis bizony jóval nagyobb kell legyen, mint egyszerűen gyomor fekélyre. A dózis itt 12 g és 15 g között változik. Nem sokáig, napokig, 3-4-5, maximum 6 napig, de behozza biztos, hogy ezeket meggyógyítja. A legtöbb gyógynövény alkalmazásakor ügyelni kell arra, hogy nem szabad egyszerre túl sokat, vagy túl hosszú ideig rendszeresen fogyasztani, hanem időnként szüneteket kell beiktatni. Az Euphorbia e tekintetben is kitűnik a többi gyógynövény közül. Ebből 20 g-ot is meg lehet inni, és akkor sem lesz semmi baj. Nem kell annyit, nem kell. De akár ha annyit is megiszik valaki, akkor sem lesz tőle semmi baja. Időben is lehet bármeddig inni. Ez nem azt jelenti, hogy minden nap meg kell inni. Mikor valaki nem beteg, akkor már ne igya meg minden nap, minek. De lehet, nem veszélyes. Az Euphorbia hirtának a modern tudományt is zavarba ejtő tulajdonsága a rendkívül erős antivirális, azaz vírusszaporodás gátló hatása. Gyönyörűen lehet gyógyítani vele például egy herpeszt. Akár a szájherpesz, akár az övsömör, de ha nem herpesz, hanem vírusos eredetű szemölcse van valakinek. Ha egyszer vírusos eredetű, akkor azt nagyon szépen tudja kezelni vele, és el is múlik. A növény továbbá görcsoldó hatóanyagokkal is rendelkezik, amelyek kifejezetten alkalmasak az epilepsziás, aszmás rohamok, menstruációs görcsök, illetve a migrénes fejfájás megszüntetésére. Én epilepsziás nem voltam, aszmás nem voltam magamon, ezt nem tudom, de a fejgörcseim azok biztos, hogy voltak. Olyan kemény, erős fejgörcseim voltak, hogy mindig magamnál hordtam az injekciót, hogy beadhassam akkor, ha már nem bírom tovább. Ezek tökéletesen elmúltak, de 30 éve már nincs nekem ilyen. Az Euphorbia hirta már az eddigiek alapján is rendkívül sokoldalú gyógynövénynek bizonyult. Azonban a kis növény talán legcsodálatosabb tulajdonsága a daganatellenes hatása, amelynek Eszter az életét köszönheti. Saját tapasztalatom tényleg nekem egy petefészek daganatom volt, és attól megszabadított.
hogyha egy daganatot el kell távolítani, akkor el kell távolítani. Ezeket meg kell tenni, de segítse hozzá a saját szervezetét, hogy besegítsen a daganatának a javulásában, és ezt megteszi ez a növény. Sőt, abba is besegít, hogy az operáció, hogyha szükséges, akkor könnyebben lefoljon, mert csak segíteni tud. A gyógyulni vágyók szerencséjére a magyar orvostudomány is nyitottabb már a természet adta lehetőségek iránt, így az Euforbia hírtartalmú gyógyhatású készítményeket egyre több orvos ajánlja páciensei figyelmébe. Véleményem szerint az igazán eredményes gyógyításhoz a népgyógyászatnak és a modern orvostudománynak együtt kellene működni, ez lenne minden betegnek az érdeke, és ezt kellene alkalmazni. Önök az Alternatív Természetgyógyász magazin műsorát látták. Egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!